Buher Andrea ma már elismert szakmai körökben. Saját bevallása szerint mindig is szociális területen képzelte el az életét. Azt mondja, mindig volt olyan gyerek a környezetében, aki valamilyen mássággal élt. Volt olyan osztálytársam, akinek a hallásával volt probléma már általános iskolába. Volt olyan utcabeli gyerek, aki Down-szindrómás volt. A gimnáziumban vakosztálytársam volt. Úgyhogy ez ilyen érdekesen alakult, hogy az életemet igazából mindig végig kísérte. Ez. Meg tudtam, hogy mindenképpen szociális területen szeretnék dolgozni, tehát ez igazából ilyen eldöntött tény volt mindig. Bár a szociális szféra kihívásaival megküzdeni nem könnyű kenyér, jelentős elhivatottság kell hozzá. Andrea azt mondja, számára ez megadja mindazt, amire munkája során vágyik. Ma az idősek gondjain segít nap mint nap. Én nagyon szeretek itt dolgozni, és tényleg ez nem igazán azon gondolkodtam, hogy volt-e olyan nap, amikor, vagy olyan időszak, ami hosszan tartott, hogy nem szerettem jönni, vagy tényleg úgy keltem fel minden nap, hogy fú, most megint itt kell lennem, és mikor megyünk már haza. Nyilván mindenki életében van olyan egy-egy olyan nap, amikor nehezebben megy, vagy rövidebb időszakok, de ez tényleg csak ilyen egy-két nap. Én mindig nagyon szívesen jövök, szeretek itt lenni, soha nem éreztem tehernek, vagy munkának, hanem tényleg olyan, mint igazából a hobbim lenne. Hogy miért szeretek itt lenni velük? Igazából én azt érzem, hogy ők talán az utolsó olyan generáció, akik igazi értékeket képviselnek. Tehát akikkel leülünk, és több órán keresztül olyan dolgokról tudunk beszélgetni, ami számomra értékes, és ami érték, és ez a mai világban ugye nagyon elveszik az emberekből, és itt pedig megvan. Tehát itt a napi 8 óránkban olyan dolgokról tudunk beszélgetni, amik tényleg fontosak. Nagyon szeretnek ide járni hozzánk. Nyilván, aki magányos és egyedül él, annak van egy társaság, akinek esetleg nincsen családja, vagy távol van, annak mindenképpen óriási biztonságot ad. Én azt gondolom, hogy mi a kolléganőimmel mindannyian azon vagyunk, hogy akár még a kereteinken felül is mindent tudjunk nekik biztosítani, és mindent meg tudjunk nekik adni. Én azt gondolom, hogy bármelyikünkhöz bármivel tudnak fordulni, és nem igazán van olyan probléma vagy gond, amit ne tudnánk megoldani együtt. Nyilván azon vagyunk, hogy a hátra levő éveiket boldoggá tegyük mindenkinek a saját keretei között, meg amire ugye igénye van. Szerintem nagyon sokat ad nekik. Legalábbis én ezt látom, és az az érdekesebb, hogy mindenki azt gondolja kívülállóként, hogy ugye mi vagyunk az idősekért, és mi adunk nekik, mert ugye, hogy mi intézzük az ügyeiket, mi segítünk nekik mindenbe, viszont szerintem mi sokkal többet kapunk tőlük. Azáltal, hogy köztük vagyunk a nap, tehát az életünk legnagyobb részét, meg a legtöbb időt velük töltjük, így mindenképpen a Földön tudunk maradni, és tényleg tudjuk értékelni az életünket, meg a fontos dolgokat. Az emberek, ha a munkájuk a hobbiuk, nem is azért dolgoznak, hogy díjat kapjanak. Amikor a város kitüntetett, a város közalkalmazottja díjjal, nem voltam rá felkészülve, nem számítottam az elismerésre. Azon túl, hogy persze jól esett, mondja. Én nagyon örülök neki, és nekem ez egy nagyon nagy elismerés. És nyilván a szociális szféra az nem az a munkahely, ahol meg lehet gazdagodni, és nem is az a terület, ami annyira meg van mondjuk becsülve, akár országos szinten. De az, hogy igen, hogy ilyenkor azért így az ember tudja, vagy én tudom, hogy érdemes minden nap bejönnöm és ezt csinálnom, ezért a díjért is, meg nyilván azért, amit én mondjuk visszafele az idősektől, vagy a hozzátartozóktól, vagy akár a városban élő emberektől kapok, akár ismeretlenül is.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezen a területen csak úgy lehet dolgozni, hogy az ember ezt szívvel, lélekkel csinál, és tényleg ez az élete. Tehát ezt muszájból nem lehet. Terveim mindig vannak. Én nagyon szeretek pluszba tevékenykedni még különböző alapítványoknál. 2019-ben kezdtem el bátortáborozni, az nekem egy fantasztikus élmény volt. Sajnos a pandémia miatt az kimaradt, úgyhogy azóta nem tudtam menni. Az elmúlt 2 évben a Gyermekemért Alapítványnál voltam önkéntes, ott ők táboroztatnak beteg gyerekeket, ott voltam. Hát nagyon szeretnék idén is valamelyik táborba eljutni. Hát ilyen hosszú távú célom, meg amilyen nagyon nagy álmom, az egy ilyen afrikai misszió lenne. Hát voltam már a pandémia előtt nagyon közel hozzá, hogy talán sikerülni fog, de hát ugye az keresztbe húzott minden, de hát remélem, hogy majd azért még lesz rá lehetőségem.